Sziasztok! Elhoztam nektek egy újabb videót, ami megint egy anyugás téma lesz. Akit nem érdekel, az nyugodtan lapozzon el. És majd szeretnék nem csak anyugás témában videókat csinálni, csak 7 hónapja megszületett a kisfiunk, aztán azóta csak ilyen videóötletek vannak a fejemben, ami inkább az anyukákat érdekli, a kismamákat, akik gyermeket terveznek. Szóval, ja. Úgyhogy, vágjunk is bele. Az egészségügyi kiskönyve. És akkor nézzük, hogy egy hónaposan mizu van vele. Itt van. Megmérte a védőrő, meg a hosszát. És akkor nézzük egy hónapos. 17-én lesz 2. Testtömeget mérnek, testhúzt. Akkor ilyen szempontok, csecsemő, pszichomotoros, mentális felelősségnek kérdésszerű működéséhez értékelések. Végtapos flekulációs tartásban van. Hasra fektetve fejét átfordítja, emberi hangra figyel, erős hangra összerezen, rövid ideig arcra, élénk színű tájra figyel, rövid torokhangokat hallat. Ez mind nála megvan. Szóval, ja. És akkor így minden hónapban szeretnék csinálni a videót, hogy mizó a gyerekkel. Ja. Szóval ezek voltak. Ebben a könyvben, benne. Szóval ezeket mind csinálja már. Ugye most lesz 17-én 2 hónapos, és meggyarázik is, meg a fejét már emeli. Szóval, ja. Meg ha érdekelt titeket, hogy mi milyen cumis üveget, pelenkát használunk, mi vált be nekünk, ugye 2 hónap alatt lassan, akkor azt írjátok meg kommentbe. Mert nagyon sokat hízott, már lassan 4 kilom. Lassan el sem fogjuk tudni bírni. Szóval lassan megköthetjük is fel a gatyánkat. Ez nem lesz egy hosszú videó, mert még rendet is kell tennem, nem is ettem. Úgyhogy ennyi. És ebben a kis könyvben ugye 16 éves korig vannak. Ez ilyen záróvizsgálat 16 éves korban. Utána már nem lesz semmilyen. Utána már kiveséztük ezt a könyvet. Szóval, igen. Most értünk haza védőnőtől. Majdnem 4 kiló a gyerek. Sokat fejlődött ez a 2 hónap alatt. Inkább úgy mondom, sokat hízott. Már a 62-es ruhák már kezdenek rá jól lenni. Szóval igen, meg már gagyarászik, hason van, akkor a fejét felemeli, meg ilyenek. 25, valahogy nem mondom, ez egy keddi nap lesz, 23-án megyünk a 2 hónapos oltásra. Ugye a BCG-t ezt megkapta a kórházba. Ja, mondom nektek, hogy mit fog kapni. Ja, nézzük, hogy mit fog kapni. Ugye a BCG-t ezt megkapják a kórházba. Ja. Diftéria, azt fogja megkapni. A diftériát. Úgyhogy ennyi. Ha még érdekeltétek egy baba témás videó, azt írjátok a kommentben, és iratkozzatok föl, és lájkoljátok ezt a videót. Sziasztok!